Garai Gábor, bizalom. S ha százszor is becsapnak, és ezerszer csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát kitakartam, s ha épp az árul el, kit életemmel fedeztem én, s ha tulajdon fiam tagad meg, s ha nem 30 ezüstér, de egy rongy garasért adnak el engem barátaim, s ha megcsal a reménység, s ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem, s ha csak a bosszút hízlalja a hála híveimben, s ha rágalom kerít be, akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben, akkor sem mondom, hogy megélek magam is, néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csöndes szóval, eltűnődve mondom. Bizalmam sarki kitárt kapu, nem verhet rá a lakatot a gyanú. Ki bejár rajta, bárki szabadon. Egy besurran csaló tiszteletére nem állítok őrséget 10 igaznak. Kit tegnapi gyöngétség bemocskolt, megtisztálkodva ma betérhet újból. Ki két élű késsel jött ide ma, köszönthet holnap tiszta öleléssel. Nem alanygyirgalmat hirdetem, nem hirdetek bocsánatot a rossznak, kegyelmet a hazugnak. Nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra, s az öngyilkos szenvelgés gyűlölöm, akár a nyers önzés orvtámadását. De hirdetem, hogy bűneink mulandók. Mint a mamut és az ősgyik, a múltba porlad a gyűlölet és a gyanakvás, dühünk lehűl, csak szerelmünk örök. S halandó gyarlóságai között csupán maga az ember halhatatlan. Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vára bizalomból épül, s az önmagával vívott küzdelemben csak jósáva szolgálhat menedékül. Kedves tévénézőim, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy ma is velem tartotta. Következik most a 125 éves Nagybányai Festőiskola című sorozat második része. Maradjanak a képernyők előtt. Én kívánok önöknek nagyon szép pünkösdöt, és jövő pénteken 15 órától újra várom önöket. Viszontlátásra!